egyfajta legenda és olyan mester kép, amitől csak tanulni lehet és amit csak tisztelni lehet. Szeretem benne, hogy felismerhető a kézjegye. Hihetetlen munkabírású és rettentően precíz ember. Költészete megvan a díszleteinek. Szerintem egy nagy iskola Magyarországon. Mitől van az, hogy az ember díszlettervező legyen, nem tudom. Ez egy szerencsés dolog, a fene tudja. Én hálát adok az Istennek, hogy ezt lettem, mert úgy érzem, hogy az én hivatásom, vagy a szenvedélyem, vagy a szakmám, az furcsa módon képviseli az összművészetet, ilyen gezámkunsz szakma. Ebben benne van a szobrászat, benne van a festészet, benne van az építészet. Amikor azt a kérdést teszed föl nekem, hogy mi az, hogy díszlettervező, erre mindjárt azt mondom, hogy én igazán nem is díszlettervező vagyok, hanem tértervező, alkotó ember, aki a színpadi teret fölhasználja a drámának a megvalósítására. És nem bilduskákat járt a színpadon, holott erre talán a képek alapján sokszor ellentmondás a dolog, de hát bizonyos művek, bizonyos elképzelést, bizonyos helyzeteket megkívánnak. És azt tartom jó látványtervezőnek, aki megpróbálja ezeket a bizonyos dolgokat úgy létrehozni, hogy van is díszlet, meg nincs is díszlet, van is tér, meg nincs is tér. A színész az a legfontosabb a színházi világban, és egy tervezőnek, legyen az jelmeztervező vagy látványtervező, ezt nagyon fontosan figyelembe kell venni. Első pillanattól fogva az a fajta dolog izgatott, hogy na most, ha egy kocka van egy térbe, annak milyen viszonylatai vannak. Mert ha én leteszek egy szobába egy kockát, annak van háttere, van előtere, van oldaltere, van felső rész, alsó rész. Ha én fölemelem azt a kockát, akkor ez a kocka már mást alakít. Vagy egyszerűbb szóval mondva, a Korinthosz oszlopot már nagyon régen kitalálták, de azt a térbe, mint egy tárgy, hogyan alkalmazod az a tehetséget, a te képességet tulajdonképpen.